Sziasztok, sziasztok, itt Miharu, és én is belevágok ebbe a játékba. Ugyanis mi az? Hát nagyon jól tudjátok, hiszen arra azért kattintottatok rá. Na már most kicsit óckodtam ettől a játéktól, már csak azért is, mert láttam a játékot, és nem tudom, engem... Így elsőre nem ragadott meg, de hát ha játszom vele, akkor megfog. Ennyi. Nincsenek más érzéseim ezzel a játékkal kapcsolatban. Úgyhogy bele is fogunk vágni. Márpedig a játékban. Wow, nem kapcsolatát a kamera. Miért is lepődtem meg? Ja, várj, nem lepődtem meg. Vagy lehet, hogy de. Jó. A játék az irdatlan hangos. Nem tudom, hogy ez... mennyire lesz nekünk rossz, vagy jó. De én szerintem ezt így fogom hagyni. Vibráció. Ezt kontrollerre kéne játszani. Hát itt az egér. Én elő nem veszem a kontrollerem. Ja, igen, egyébként azt... Nem kell, jó. Azt tudni kell egyébként a játékról, hogy... Tehát a játék az ugye... Xboxon elérhető. Idézésen. De ugye mivel... Microsoft. És ez az előfizetéssel lehet. PC-n is, úgyhogy... PC-n játsszuk ezt a játékot. De nem akarok. Na jó. Szerintem text hát angol marad. Maradjon ugye a felirat. Mérete. Igen, igen. Ez így lássuk, hogy lent alul kibeszél ki és mi, hogy merre. Igen. Audióban voltunk. Oké. Custom. Micsoda? 60 FPS? HDR. Oké. Jó, new game. Oké. Na! Ho! Ho, ho, ho! Ho! Leveszem a papucsom. Ha! Mert, igen. Azt tudom, hogy a játék nem hosszú, de nem is túl rövid. Úgyhogy ilyen pár alatt ki lehet játszani, egy ilyen jó pár alatt. Ez ilyen bénázások tekintetében nekem ez több lesz. Úgyhogy de ilyen nagyjából ilyen 7-6-6-7 óra alatt ki lehet játszani. Úgyhogy. Ó, oh, nem akarok annyira hátradőlni. Na. Oké. Jézus Mária, Szent József. Oké, és akkor ez a villódzójel most meg kell nyomnom egy gombot. Megnyomtam. It all starts with a dead girl. Minden egy halott lánnyal kezdődött. Ó, oh, de szép ez a... Hát, tesó! Ezt szívtad? Ki az a férfi? Ez egy férfi! Ez egy férfi. Volt. Óhó! Hello! Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. A pulcsi belül a szőr, az olyan fura.
De ami a csaj haja, meg a textúra, a bőre, az tök szép. Oké, okay, mindegy, nem akadok fönn, mehetünk tovább. Mindig csak keresem itt a hibát. Borzasztó vagyok! Kivel beszélget? It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar of a memory. A part of me I could never fully understand. Well, that wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Tök szép az arca. Esküszöm. That day when the phone rang. Egy nap ugye csörgött a telefon. It was the hardest day of my life. És a legnehezebb volt az a nap az életében. Say goodbye to my father. Ó, a nap, amikor ugye el kell búcsúzni az apjától. De milyen szép, de jó Isten! Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. Tetszik, itt is most szakad az eső, szóval... Biatch! Looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. Szép! De ez a mely valóság? Kos hely. Jó. Bejön. Na, ez a tüdőrák viszi el. Na! I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Az egér, az nem jó. Vagy... Jaj, fixa! Ú, ez a kameraszög. Reed. Na! Biopszia. Oh. Küldeni cuccot ugye Mariannak. Neurológiai vizsgálat. Ja, ez az apjának, szerintem ez az apja cucca lesz. Oké. És akkor R betűvel volt, Q-val kilép. Jó! Oké. És akkor most... Most mi van? Ah, egyszer ránéztem. Q. Oké. Okay. Jaj, de rossz, hogy fixakom. Te jó Isten. Oké. Okay. Oké. Okay. Ehhez a fajta játékokhoz nem vagyok hozzászokva, hogy fix kamera legyen. Főleg billentyűzet kombináció. Hű, te. Milyen jó a parke! Ta. Shit. Yeah. Cica. Nice to see you too. És örülök, hogy látlak. Oh, wow, várja, itt egy ilyen kabint. Right. The tie clip. Pull yourself together, Marianne. Jack's tie clip. I need to find it. Oh, okay. Interesting. 1984, meg se voltam még. Ha-ha-ha! Jaj, lehet forgatni? Ah! Oké. Okay. Olyan fura nekem, de egyébként furi néznek ki még a magyar lakások is. Esküszöm, ilyen szobát tudsz kivenni Budapesten, testő. De most komolyan. Még a kombi szinte a konyha is stimmel, mint a lent vidék lenne. Kaja. Ja, hogy... Ja, hogy itt lehet van neki kaját, na várja, hol a macskatáp? Ne idegesítsél föl. Looks nourishing. Cicatáp, na! Igen. Na, back. Fú, de rossz lesz így, oké, okay, meg kell tanulnom. Here you go, what's your face? Jaj, ez a cica! Glad to see you're still kicking around. Hey, szia, cica. Hát a parkettet meg lehetett volna csinálni itt a konyhában, mert eléggé ilyen. Na, jó van. Linoleumot neki! Az a jó magyar szokás. Na! Parketta.
I can't believe it's all still here. Photography. Oh, Jack. Na. Egy. Várj 5 másodpercig. 2. Mi? 3 másod... Mindegyik résznél 3 másodpercig kell tartani. Jó. Oké. Nem. Oho! I guess I forgot about this one. Okay. I can do it now. Okay. Akkor... 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Fölvesszük. Okay. Belakjuk ebbe. 1, 2, 3. Kivesszük, oké? Okay. Belakjuk ebbe. 1, 2, 3. Too soon. It needs to stay in longer. Ne magyarázzál te bele! Jó, majd én tudom, hogy kell. 1. Wrong fluid. I need to apply it in the right order. Ó, baszki. Mi, rossz izébe raktam. Na várjátok akkor... Mi? Honnan tudjam, hogy melyik? Hogy a nózim? Ó, te... Nem vér, ugye? Nem, oké. Okay. Csak fika! Ó, viccelek. Nem fáztam meg. Nem korona! Nem tudom. Hideg van. Akkor van itt az izé, 5 másodpercig ebbe a bigyóba. De azt mondja, hogy a 2-es, 3-as, 4-es dip. Azt mondja, ez az 1-es, 2-es, 3-as, akkor ez rossz. Akkor ez ide, ide, aztán oda. Jó, Istenem, mondhatta volna hamarabb is. Jó van. Hogy nem tudom. Oké. Okay. Azt mondja, hogy... Na. Azt mondja, hogy... Ugh. Wrong fluid. I need to apply it in the right order. Én nem értek hozzá. Van elég! Megoldjuk. Oké, okay, akkor nem abba kell. Akkor ebbe? Vagy el középsőbe? Wrong fluid. Nem, ebbe akkor jó volt az első. I need to apply it in the right order. Akkor van itt papír, nem kell aggódni. Láj, a játék készült olyanokra, mint én. Egy, kettő. Három. Egy, kettő, három. Na, kezdődik! Jó. Már, és most csak abba lehet, nem? Egy, kettő, három. What was the last photo I took of you, Jack? Shit. Akkor jó csináltam, hogy egy, kettő, három. Csak még hajdi kellett volna benne egy kicsit. Szóval ez volt a fater. Jó. Jó van, megvan. Akkor... A cica már megette. Áj, mi ez? Na, csak újság, NATO. Milyen, érdekel engem a NATO. Azt mondja, cica megette a hamit? Ezek szerint igen. Innen jöttem, nem? Ja, igen, ez a konyha. Ja, ez a fix kamera. Ezzel még bajok lesznek. Áj, jöhetünk erre is? Ja, nem. Amúgy szép! Jack's room.
It's like he never... Damn it. I used to think I'd never fit in. Back. He didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. Mm-hmm. Jack was part of the Solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Értem. Aha. Come on, Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. Control L. Ja, csak a... Ja, az akkor... Oké. Megvan a... Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? Cuki cica. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Oh, cica. Nincs más, csak ez. Ja, jó van. Akkor... Ez a gyerek szobája. Ez volt a szobája, csajna. To be back in my old room. So many memories. Ilyen nagy szobádban. Yeah. Az igen. I used to have a thing for them. Annyira tipikus régi really. Ilyen. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Nagyon-nagyon-nagyon tipikus ilyen, hogy mondjam, ilyen régi építésű cucc az egész. Kemény. Kids from the orphanage. Not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Szóval a Choice ilyen örökbefogadott amúgy. Jó. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Uh-huh. Ezeket néztem? Ja, igen. Jó. Itt a csaj szobája. Az Jack szobája volt. Elég nagy ház. Ha azt nézzük. Na most megvan a cucc. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Csodásan néz ki. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Az igen, az már cigi csikkek ott lent a földön. Wow! Esküszöm, ez tiszta Budapest. Hú, de rossz. Ez a fix kameraszög, hát megőrülök. Jó. De nagyon... Jaj.
Gyerek, gyere már le. De nagyon jó jelent. Nagyon szép. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Ja, hogy a csávó az ilyen temetkezési vállalkozó volt amúgy. Hát... Hú. Utolsó. Jack's in the prep room. Azért az az úgy nem semmi. Az a fura látás. Semmi. Mi történt? Ezt az hogy nyomtam meg? Mi történt? Mit csináltam a játékkal? Houston? Van egy kis problémám. Houston! Megoldom, ne féljetek. Na. Itt tartottam. Ott még történt volna valami. Hogy mi volt, azt ne kérdezzétek. Here it is. Oké. Anna. Stanislav. Oh. Novák Adam. Ja, nem ezt akartam nyomkodni. Hm. Ez ilyen csaj egyébként, ilyen médium, az közül ilyen temetkezési vállalkozó mellett, tehát... Egy autó. Oké. Mindent megnézek, mindent fel lehet szedni. Ilyenek. Mi van? Hú, de rossz lesz ez így majd. Nem tudom, még nem szoktam meg ezt a látószög nézetzét. Not sure if I'm ready for this. Hát, nem biztos, hogy készen áll. Hát, én sem állnék készen. Teljes mértékben. Ódik. Hey, oh. Jack. Oké. Okay. Kell hozzá nekedő. No. Where? Azt, va, oké, hogy de, jó, ott van. E kombináció. Azzal. Jó. És akkor... Snazzy. You wouldn't have it any other way.
Viszont nem értem, a csávó meghalt és kihozta le. Tehát, hogy ez a csávónak volt a temetkezési vállalkozása. És valaki lehozta, de... De ki volt az? Vagy bászasz magától a izébe a cuccba? Vagy mi? Fura. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. But am I? Ugye már készen áll, de ő még... Vagy csaj, magáról beszél. Ő még nem igazán. Hát végül is ő nevelte föl az árvaházból, mert ő fogadta örökbe. Hát igen. Nyilván napjaként szerette, ugyebár. Hiába Jack kezi. Oh, can't you people read? The sign says closed. Azt mondja, az ember nem tudnak olvasni, azt mondja, zárva vagyunk. De hát ezek nem emberek lesznek, ez egy szellem! Ujjajjaj. Kezdődik! Gyerekek, kezdődik! Már összetoltam a lelkemet. Ja, Istenem! Ki van ott a tetején a lépcsőnek? Már senki? Jézus Isten, gyere le! Jó van. Vagy ne gyere le! Maradjál ott, ahol vagy. Paszki, kezdődik! What the hell? Mi a jó isteni? Guess you felt it too, huh? Cica kulcsot, cica. And then it happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Ja, ízét a loteszét keresi. So much for aging gracefully. Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. És akkor a csaj igazából tök durva, hogy kettő szemszögöt látunk. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just... Let it go. It's not important. You are crying. Miért sírsz? Vagy jó, vagy te sírsz? Mi a baj, kedvesem? Hát? Azért mi ez az hideg? És ja, még nem mentett a túlvilágra a csavó, mert a notebook, a noteszét keresi. És nem emlékszik rá, hogy meghalt igazából a csávó, hogy bent volt a ko... Yes, Jack. It's gonna be fine. És a sérülés az mutatja, hogy mi az, ami miatt meghalt igazából. Szerintem.
ugyebár. I promise. Milyen durva, hogy ott meg nincs ott senki, ott meg a másik világban meg látja. Tehát, hogy konkrétan így a tudatosa úgy meghasa... Tehát a tudatosa... Szóval a tudata meghasad, inkább így akarom mondani, és így mindent lát. Tehát nagyon durva. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. És átküldi a túlvilágra, amint hogy a... Na várjál akkor... Amit lát másik világ, az a mi világunknak a... A mi világunk, mond lerombolva meg ilyenek, az a purgatórium, ha úgy vesszük. Mert... Más lehetne, mert ott ragadnak a lelkek, és nem megy se le, se föl, és... Vagy érted, ha van valaki hisz, hogy van föl, meg lent. És a csávó nem volt megnyugodva a Notesse miatt, és azért, hogy a két, hogy a világ között ragadt a purgatóriumban, de most a csaj... Átkísérte a, úgymond a túlvilágra, ahol békére lelt. Nagyon durva. I used to think everyone saw the world the way I did. Ez nagyon kemény. Divided. Torn between two realities. Igen, itt mondja, hogy két valóság van, úgymond. But no. I was the only one. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke, You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Aki felhívta a csávó, azt tudja, hogy a csajnak milyen ki ő, és hogy milyen képessége van. És tudja, hogy azzal a csajszival álmodik minden, majdnem mindig. Azzal a halott csajszival, tudod, akit lelőnek a végén. Oké. Amit láttunk a videóban, az mind valós volt. Mármint, hogy a helyszín. Mármint a játékban láttunk, az a videóban itt most látszik, hogy ez valós helyszín. Csak összerakom azt a mondatot, amit akartam, na mindegy. Galamb. Medium. Okay.
Nem mondod, hogy motorozunk. Ah, de szép. De régen, de imádtam motorozni. Úristen, volt gyerekek egy motorom. Nagyon-nagyon szerettem. Olyan szabad volt, amikor ráültem. Oda mentem, ahol akartam. Á, nagyon jó volt. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. Na, jó, néz, jó van. Jó, oké. Kell nekünk ide jönni, így van. Jó. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Ay, ay, ay. Jó van. Kezdődik. Be kell jutni. Egyébként ez a játék ilyen... Persze, valaki itthon. I guess not. Pszichológiai horror, úgyhogy... What the? Hello? Thomas? Nem, nem ki, nem kiabálunk, nem nyúlunk hozzá. Nem érdekel, hogy ki van ott. Felőlem lezúghat a szakadékba, vagy le, föl, bárhova. Nem akarok még zombikat is, meg ilyeneket. Bár a csaj, ez médium, mit keresne itt zombi? Na mindegy. Egy jó zombis játék. Front gate was locked up tight. Hát bassz át, tesó! I need to find another way in. Szerintem szálljunk vissza erre a motorra. Simán át tud mászni itt oldalt. Ne csináld már. Akkor nem. Akkor... van itt valami lejárat. Ó, tudtam! You wanna keep me out, Neva? Kezdődik. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Jak futnisz kell. Just stopped. Jézusom. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Ó, Istenem. Nekünk igen, nekünk nagyon erre kell menni, édesem. De miért amúgy? Most arra vagy arra? Baszki. Yeah. What's this old thing here? Oh, what a mess. People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass.
Azt mondja, ez emlék a második ugye világháború áldozataira. Értem. De miért vannak ilyen zenék? Hát megőrülök. Nem lehet arra menni. Nem is akartam. Á, viszket a jobb láb, izé, deregam. Á. Á. Menne ebbe az erdőbe, aki a két anyja van. Jó, hát akkor arra, lefelé. Na, kezdődik. Kezdődik. Jó van, már csak gyerekszellem hiányzik. Az én lelkemnek. Jól van. Huh. Hello. Most kell itt nézni. Csak a lábnyomokat? Jó van, hát akkor négy jó. Megnéztem a lábnyomokat. Olyan rossz, hogy nem lett az egérlő, hogy jobbra-balra nézelődni, ez az annyira zavar. Még olyan szépen meg van csinálva egyszerűen. Most nézzétek meg ezeket a növényeket, a... Nyilván nem nyílt világú a játék, tehát... Hogy csak ezen a... Mik ezek a hangok? Ez... Na jó van. Ezen a kis részen ugye kell sétálni, meg mindent, szóval csak így úgymond egy pályán mész végig. De nagyon-nagyon szépen, nagyon részletesen csinálták meg, meg hogy ki van dolgozva, az szerintem fantasztikus. Meg ez a hanghatások, meg minden, ez nagyon jó. What's this? TK. Aha. Ott van egy kis ezer. Jó van. Szóval szerintem nagyon-nagyon jó, csak engem nagyon zavar ez a fix kameraszög. És nem lehet jobbra-balra nézelődni. Ez engem zavar. Mert ugye megszoktam a... Ezeket a típusú játékokat, nem pedig a fix kameraszög. És... Nem is sűrűn játszok konzollal. Nem, mint hogyha nem lenne itthon. Meg rajta egy valag játék, de... Mindegy. Huh. Looks like an old fort. Might be my way in. De nem bírom megszokni ezt így még. Jó, hát még nagyon friss, mi oda játszom 40 percet. Boarding. Ja. Ja! Szóval, ugye, jaj, nem ezt akartam. Ugye veszély, mert ugye ilyen felújítási munkákat végeztek, és valami, mit találtak, hogy hívják? Aj, angolul tudom, meg oda volt írva, hogy mondja, hogy csinálcsom, archeológia, tehát így megtaláltak valami... Tehát kiástak valami lófittyet. Na. Értsétek? Kiásták, azt nem volt jó. Na. Híí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 
The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. It's me. Hát a más világ, amit a purgatórium, az nagyon rondán néz ki. Sőt, és miért fordultál meg? Ez miért? Ez belaggolt nálatok is? Most meg nem. Dead. Like everything else in this place. De a más világot meg nincsen ilyen lerakó... Üzé. Tehát ott nincs ajtó, csak a való világban. Yeah. Not getting through here. Not with the power out. When you exist in two realities, you're affected by either. I'd learned that the hard way. Parancsos. Azért most beszartam egy kicsit. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, light can linger. Lonely, fragile. Waiting for someone to embrace it. As I absorbed the energy, I wondered. Oh, so a túlvilágon az van itt ilyen. A dying soldier whispering the name of his beloved. Fett energiával. Or maybe just glad to be done with this world. És világít a karja. Szóval ekkor van, hogy fel van úgymond töltve a kis kézgombái, értem. Nem tudok, hogy szép kis laska gombák vannak azon a kézen. Hát mosni kellett volna, de hát... A helyet nem, a helyet itten... Partizott a szellemekkel ahhoz, hogy a higiéniával is foglalkozott volna, de már mindegy. És ezzel... A való világban kisütöm ezt az izébigyót. So that worked. Good for you, Marianne. So with the match, these powers of mine, as much of a pain in the ass as they were. Hello, bár ha államszünet van, hívjuk a csajt, azt meg van oldva. Hagyjad már. Júj. Oké, itt is szavátottunk, éppen nem volt olyan izgalmas, azt mondja. Jó van. So there I was. Existing in two worlds, but never really living in. Na jön a vihar, tudtam, ezt kell nekem. Kezdődik. Már jön a vihar, eső is lesz. Villámlás, dörgés. Vigyázz, olyan tűz. Milyen tűz? Hol van itt tűz? Miért kell vigyázni a tűzre? Amint úgy értem, értitek, hogy, tehát, hogy tűzveszély. Na. Magától felgyulladó fák, vagy... Vagy mi? Oké. Okay. Jó van, no problem. Megoldjuk. Megint van kettő út. Baszki! Megijedtem. Letérünk az esvé... Meghalt. Ah. What happened to you? Szegény. Meghalt. Ó, de jó. Jött egy vámpír! Ez kiszívta a vérét.
Tökre úgy néz ki amúgy. Ez olyan erdő, mint a Choice, amiben futott a legelén az álmunkban, nem? Hát mindjárt betoljok. Na, már megint egy... út. Erre. Az arra megy, én meg erre megyek. El kell, meg kell nézni mindenfelé. Minden. Te megijedtem ezektől a hangoktól! Itt is valami... sír. What the hell? Hát egy nagy épület hátul. Ennyi. Jó van, oké. Értem. Olyan szép, te jó Isten, az a sok-sok fa levél, meg levél, meg ág, meg fa. Tetszik. Ez tényleg rám hozza a szívinfarktust amúgy. Igen, ezek a zenékkel hozzák rám a szívinfarktust, mert amúgy... Itt a Neva. What? Azt a... What the hell are you, Neva? The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. Igazából aurája van a helynek, és nem is volt még ennyire intenzív neki eddig még más, amit eddig tapasztalt. Szétnézünk. Te még ettem attól a faáktól! Jó lesz ez, édes Istenem, már érzem a szívben az infarktust. Nem lehet lemenni. Nem is akartam. Megfáztam. Tík. Talán végül is az esőbe úgy... ...carreáztam. Itt volt a kapu. Haladjunk már. Fuss. Semmi. Ezeket itt futkároznom. Na jó. Ez a hely hatalmas, és atya úristen, ez mi az Isten? Szálloda? Uh-huh. Én nem megyek be! Hát nehogy azt higgyétek már, hogy itt izé... Na, az ott nem lehet felszedni. Aha.
csak egy magazin. Szerintem itt hiába nézek széjjel. Csak ilyen lassan tud futni, hát ez mi? Gyalog-galop? Vagy... Értem. Jó van. Úgy érzem, nem lesz olyan egyszerű ez a hely, mint hogy én azt gondoltam. Valaki kukkol, baszki. Locked. Obviously. There's gotta be another way. Oké, okay, zárad van és találnak egy másik utat befelé. Hát, ki hinné? Get inside the hotel. Ja. Ah, ott vagy izé. A földön, láttátok? Shit, the handle's missing. Maybe I could replace it with something. Oké, okay, meg kell kell... Ah, I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Meg kéne keresni. Azt a kilincsbigyót, hát köszi. Something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images. Elég tépázottak azok a galambok. Left behind. Jó van. Vannak a földön ilyen nyilak. Basszos kulcs! Nagyozgassél! Hát infarktusom lesz! Ez a nem nyilak nem nekem szólnak. Ugróiskola. De ezt most hozzáadták fel, mert krétával van, nem? Talán az a kislány rajzait kéne követni. Egy ötlet. Ez egy labda. Ah, az nem érdekes, jó. Oké, okay, az a cuccot kell megtalálni. És akkor ott vannak ilyen a földön ilyen kislányrajzok. Földön kislányrajzok, értitek? Mi van, hogyha... De arra nyitott a nyíl. És az volt, hogy ide...
Itt álljak. De itt van a másik, ez a kék nyíl. Két felé vezet az irány, látjátok? És erre... Arra is vezet egy sárga nyíl. Te... Nem értem. Erre már jártam, nem? Itt van. Hey, old timer. Now, what's a fine machine like you doing in a place like this? Doubling as a spare bedroom, apparently. Ojó! De jól nézett! Ott az a stég, móló, ott. Ahol a csajszit lelőtték, nem az az? Tökre, eskü tökre úgy néz ki. De milyen szép ez a Niva. Ez valóban létezik, ez a hely? Bocsánat. Ezt most meg... ezt meg kell nézzem. Niva... Niva... Hotel. Tokióba van? Niva Hotel Tokió. Három csillagos szálloda. De nekem Tokió kéne. Akkor is Nivát, a Tokiót hozza be. Oké, okay, képek. Hát hasonlít erre, de nem. Ez túl nem. De kár. De... Jaj, át akarnak engem verni? Jaj. Hope you don't mind if I, Whoa. Not much here. Although, this could come in handy. Jó lesz. Mi ez a csú? Látjátok? Fú, várjátok. Oh, shit! What the hell? Majdnem betoltam, ne csináld velem már. Ez a kötöti a kislány, baszki. Azt akkor itt kapjak szívinfarktust. Esküszöm. Oké. Okay. Na, nem megy. Mozduljál! Na! Na az igen, milyen betörő lehetnék! The great dumpster heist of 1999. Most komolyan? Mi? Miért is kellett kinyitni ezt az izét? Ja. Hát persze. I'm starting to get tired of your shit, Niva. You better be worth it. Ha bemegyek, nincs visszaút. Jó van. Kezdődik.
Nem, hogy kitörte volna azokat a kis izéket, már kapott volna olyat a sejhajába. Még a kosz, a por is látszik. Nagyon jó. A csaj az itt meg van égve? Az arca egy kicsit itt lejjebb is. Nagyon kemény. Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Ne kell találnunk a Thomas Chow-t, ami a francot akar, de az a lényeg az, hogy ezek szerint igazak van a Neva Hotelről szóló pletykák, vagy hogy mondjam. Mert ugye itt az emberek ugye itt meghaltak. Rejtélyes módon meghaltak, és hát ugye mindent itt. Mi volt még? Ja. Persze, nem közeledett rá a kamera, szóval arra nem lehet. Nem. Ez a szél itt a fejembe, ha... Úristen. Hello? Ne hellózzál! Anyone? Valaki. Thomas? You there? Ez a csaj egy idióta. Mondtam már. Ha nem, most mondom. Jó. Na, térkép, király. Te itt állsz. Ott. A recepció mellettünk. Szóval... Sauna. Ó. Medence. Hotel main. Ah, király. Ja, mindig a kút akarom nyomni. Merre van Mike Ashlyn? Vagy mi? Igen. Kemény. Hú. Ez is véres, hát mi az Isten történt itt? Meg fogok ijedni, meg fogok ijedni, ja Istenem, Szent Mária szűz! Be van zárva, hála jó Istennek, köszönöm. Valaki járt itt. Valaki kukkol minket. Hello? Thomas? Easy, Marianne. It's just a good old-fashioned haunted hotel. Ez csak egy szellemjárt hotel, igen. Neva. Jól van, hallom! Még szellemgenyó az. Megverem.
ők is lehet. Hát persze, ki más lehetett volna. Mi a csaj csak ilyet? Ez tök jó. Ó, mindjárt ketté szakadunk. Megint. Agyér görcs! You startled me. I did, didn't I? You look real scared. I'm Sadness. Marianne. Sadness? Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. Milyen durva, nincs keze. Your friends. Oh yeah. I used to have a lot of friends here. A csaj, a kis csajnak is van ilyen lepke a ruháján. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine. This place must have been... Oh yes! So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So, tell me, what happened? Elmondhatnám, mi történt valójában. I remember. Igazából arra emlékszem, hogy az emberek már nem jöttek többet. A few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey, I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while? It's been so long since I've played with anyone. A kis lány unatkozik, igen. But I need your help first. Yes. Yes! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? Let me think. I've heard that name before. Somewhere. Take your time. Oh yeah. The second floor. We can look there. Come on. Hurry, Maria. Wait. I can't go that way. Igen, mert a másik világban fel van építve körbe a lépcső, de ugye ebben a világ, a valósban ugye nincs. Tehát így nem tudunk felmenni a lépcsőn. Jaj, de jó. Azt mondja, találkozzunk Sadness-szel a második... ...izén. Milyen kemény már. Wow. Jó, szerintem itt fogom folytatni nektek, remélem, hogy tetszeni is fog a kövi részek is. Igyekszek mindig hosszút játszani belőle, hogy minél hamarabb ugye meglegyünk. Mert ugye tudtam szerezni ugye több játékot is most, amit igazából szívesen játszanék azt is. És... meg ugye a csíj is, ugye most már hamarosan folytatódik, mert van elég akciópont lassan, hogy egy normál epizódot ki tudjak érdemben játszani. Úgyhogy igazából ennyi lett volna szerintem a médium, így bemutatólag. Nekem megmondom az őszintét, ez a kamera az... kicsit szívem ügye, mert nem annyira szeretem ezt a... kamera nézetet, de üsse kavics.
Úgyhogy, de nem vészes. Nem vészes. De azért ezt még erősen nekem legalábbis szokni kell. Úgyhogy, no problem. Úgyhogy igazából én örülök egyébként, hogy itt voltatok, és hogy megnéztétek, vagy legalábbis, hogy nektek, hogy legalábbis tetszett. És hát remélem, hogy a jövőben is találkozunk. És ha most találtál rá a csatornára, és erre a videóra, és tetszik, amit látsz, és akarod nézni a tovább ezt a arcot és a hülyeségeimet hallgatni, amiből jó sok van, és lesz is, akkor ne abbassz feliratkozni a csatornára, és megnyomni a kis csengőgombot, igen, az szükséges, hiszen csak akkor küld a YouTube értesítést arról, ha bármit felteszek a csatornára, akár bármilyen játékról van szó. Úgyhogy, ja, nincs más látom, de elköszönjek ismét, természetesen. Úgyhogy, szép napot nektek, és jók legyetek. Sziasztok!